Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Az ellenzéki pártok egyöntetően azt követelik, hogy Vida Ildikó a NAV elnöke mondjon le. A szocialista párt még azt is hozzátette képviselőjük révén, sőt elnöki szinten, hogy ne csak Vida Ildikó mondjon le, hanem szólaljon meg az a kormánytag is, vagy kormánytagok szólaljanak meg, akik az elmúlt hetekben tudtak arról, hogy ki, illetve kik érintettek az amerikai kitiltási botrányban. Tóbiás József a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Menjünk sorba. Vida Ildikó alapinterjúban azt nagyon határozottan kijelentette, hogy nem fog lemondani, hiszen ezzel vagy azzal elismerni a vádakat. És akkor így, mintha így a téma le is lenne zárva. Önmagában az a probléma, hogy egy ilyen típusú döntés született az Amerikai Egyesült Államok részéről, amelyben hosszú hetek óta és találgatás a médián keresztül tegnapra kiderült, hogy a NAV elnökének van érintettsége ebben az ügyben. Akinek ez az érintettsége fönnáll, az nem csak önmagáért felel, hanem felel mindazokért a szakemberekért, azért több tízezer dolgozóért, aki a mai Nemzeti Adó és Vámhivatal kötelékében tisztességesen és becsületesen végzi a munkáját. Ezért tehát neki a saját maga által képviselt intézmény érdekében kellett volna lemondania. Hát nem csak, hogy még egyszer idézem őt, nem mond le, mert ezzel, ahogy ő fogalmazott, elismerni a vádakat, hanem vizsgálat is lesz az ügyben, a NAV-on belül, és azt ő személyesen fogja felügyelni. Hát ez a klasszikus, hogy fordítva ül a lovon. Tehát most az a vicc jutott eszembe, ha lehetne ezzel humorizálni, hogy ezek szerint minden magyar adó fizető állampolgár az adóbevallását követő esetleges hibák vagy vizsgálatok során közölni, hogy ne jöjjenek ki, majd én családilag magamat kivizsgálom, és majd utána én közlöm az eredményt. Ez nem rossz ötlet egyébként. De az a baj, hogy pontosan ez jelzi azt, hogy addig, amíg a kormány tétlenkedése az elmúlt hetekben, aztán pedig maga a NAV elnökének a nyilatkozata, amelyben jelzi, hogy már ő idejekorán szólt a kormányzat szereplőinek, akire mindig nem tudjuk, hogy ki az, aki ezt már jó ideje tudta, hiszen többször felszólítottak a kormány tagjait, magát a miniszterelnököt, hogy nevezzen meg, vizsgálja ki, hogy kik azok, akik a kormányzati, köztisztviselői, állami vezetői karban érintettek lehetnek. Ez önmagában azt hordozza, hogy ma még csak a kormány, de ezekkel a lépésekkel előbb-utóbb Magyarország is egy olyan megítélés alá esik, amelyet szeretnénk elkerülni. Várjál egy kicsit, előbb-utóbb, vagy ez már inkább múlt idő és nem jövő idő? Hiszen a világsajtó jelentős része foglalkozott ma ezzel az üggyel. Egy uniós tagország, Magyarország nemzeti adóhatóságának az elnökét korrupció vádja miatt, gyanúja miatt kitiltották az Egyesült Államokból. Ez a mondat így elmondva, végighallgatva, elolvasva nagyon csúnyán hangzik. Szerencsére az elmúlt negyed században és az azt megelőző évszázadokban a magyar nemzet sokkal több jót tett Európában, Európáért, a csatlakozással úgymond éllovasai volt a rendszerváltozás hajnalán Magyarország az euróatlanti kapcsolatok erősítésének, az Európai Unióba történő belépésnek. Tehát ma még azért mondom, hogy még csak előtte vagyunk ennek, hogyha a kormány nagyon sokáig hezitál és nem mer lépni ebben a kérdésben, akkor sajnos nem csak a kormányt, amely ma meggyőződésem, hogy hát nem csak, hogy ő gondolja, hogy háborúban áll, hanem az európai értékeket védendő szólal meg az Európai Unió tagállama, vagy maga az Európai Unió intézménye, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem az a kérdés, hogy Magyarországon most jól cselekszik-e egy kormány, vagy nem, hanem az a kérdés, hogy azok az értékek, amelyeket mi magunk is vallottunk, aláírtuk, hiszen a belépéssel elfogadtunk, ezek az értékek, ezek érvényesülnek-e. A demokrácia értékei. Most, például... Várjon egy kicsit, most demokrácia értékeiről beszélünk, vagy szimpla bűncselekményről? Ezt nem tudjuk addig megmondani, amíg nem egy független szakmai testület vizsgálja meg. Hát ugye ebben az a vicc, hogyha a NAV elnöke jelzi, hogy ő majd ma maga fogja mikroszkópikus mélységig kivizsgálni, akkor arra az az egyszerű válaszom van, hogy az áfa csalások ügyében egy hétvége alatt 8 emberrel majd elvégeztek egy vizsgálatot, és közölték, hogy semmilyen áfa gyanús ügylet nincs abban, amit a Horváth András abban az ominózus zöld dossziéjában emlegetett, akkor innentől kezdve számomra hiteltelen minden egyéb vizsgálat, amit most akar elindítani, hiszen arról is kimondták,
hogy nincs ilyen, majd Varga Mihály bejelentette, hogy mégiscsak vannak úgymond áfacsalási ügyekben vizsgálatok, tehát hogy akkor most itt mi történik? De... Az történik, bocsásson meg, az történik, hogy jelen pillanatban a NAV elnöke Vida Ildikó úgy gondolta, hogy hát ő olyannyira maradt, hogy ha majd ő lefolytatja a vizsgálatot, akkor közli annak az eredményét, és ezt mindenki el fogja fogadni. Csak szerintem nem itt volna már Magyarország. Nem itt tart. Alapvetően az, amit ön is mondott, hogy ha valakit valamilyen gyanú ér, ez esetben mondjuk egy komplett bűncselekmény gyanúja ér, akkor az úgy nem úgy szokás, hogy hagyjátok csak, majd én kivizsgálom, hogy bűnös vagyok-e vagy sem. Itt nem csak a NAV elnökéről, hanem több NAV-os dolgozóról is van szó, ezt is elismerte az elnökasszony. Tehát gyakorlatilag most saját magukat fogják majd jól megvizsgálni, kivizsgálni, tehát, hogy mennyire életszerű az, hogy a vizsgálat végén valaki azt mondja, hogy mégis korrumpáltam, vagy engem akartak, vagy én korrumpáltam valakit. Tehát, hogy ez így az egész olyan, hát nem mesebeli, és nem ugye, akarok inkább más mondani. Ez a totális államnak a lényege. Tehát amikor az állam mindenre személyi-függelmi viszonyokon keresztül rátelepedik, tehát minden intézményre rátelepedik, az ügyészségre, az állami számvevőszékre, a NAV-ra, aztán hát akár a alkotmánybíróság, hogy most más nem mondja, a költségvetési tanács, és még sorolhatnám tovább, hogy mi mindent személyi vonatkozásában rendel magához, abban a pillanatban kiderül, hogy abban a rendszerben, amely ma már látszik, hogy repedezik, a NER rendszeréről beszélünk, az Orbáni rendszerről beszélünk, repedezik nemzetközi, gazdasági és társadalmi szinten, ebben nem lehet lefolytatni egy objektív szakmai vizsgálatot. Jó, hogyan tovább? Tehát mi következhet ezután? Ahogy mondtam, önök azt is szeretnék, hogyha megszólalna az a kormánytag vagy kormánytagok, akik tudtak az ügyről. Varga Mihály megszólalt, ő az egyedüli, azt mondta, hogy ő csak kedden délután, tehát a szerdán jelent meg az interjú, tehát a megjelenés előtti délután értesült erről, ő vele akkor közölte Vida Ildikó. Vida Ildikó pedig azt mondja, amikor értesítették, akkor közölte, tehát itt némi kis ellentmondás van. Hogy lehet tovább jutni az ügyben? Hogy lehet kikényszeríteni azt, hogy valaki valljon és mondja meg, igen, én vagyok az a kormánytag, aki tudtam róla, csak eddig nem mondtam meg így a nyilvánosság felé, vagy éppen az ellenkezőjét állítottam. Pontosan ez a legnagyobb kihívás, hogy az, hogy a parlamenti térben, a politikai mezőben az ellenzék hány kérdést tesz föl, vagy hány interpellációt fogalmaz meg annak kiderítésére, hogy a kormány vajon szint, hogy mióta tudja, és kik azok még, akik ebben az ügyben éltetek, hiszen még nincs meg mind a hat személy, és mint ahogy hallom, a amerikai ideglenes ügyvivő nyilatkozatából várhatóan további nevek akár is további megjelenhetnek. Bár jelzem, ebben az interjúban megjelent még egy mondat, hogy jóval korábban az amerikai kormányzat képviselői és a magyar kormányzat képviselői tárgyaltak arról, hogy bizonyos köztisztviselők érintettsége fennállhat korrupciógyanús ügyekben. Tehát azóta elméletileg a kormány ezt nem cáfolta, ezt az információt, tehát ez létezik, maga ez a hír. Szerintem annak az alternatíváját kell keresni, hogy hogyan lehet a társadalmi, ezt mutatta meg a civil demonstráció. A gazdaságiban ma világosan látszik, hogy megmernek szólalni olyan gazdasági vezetők, hogy az nincs rendben, ahogyan a jövő Magyarország akár költségvetés szempontjából kinéz, és látszik a nemzetközi térben is, hogy mind az európai partnerek, mind pedig az Euróatlanti Szövetségesek, az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában egy repedező rendszer van, tehát az alternatíván kell gondolkodjunk azon, hogy melyek azok az intézmények, és melyek azok a feladatok, amelyek a társadalmi kontroll erősítését, a részvétel, magát a bevonás, társadalmi részvétel lehetőségét és a partnerséget, a párbeszédet erősítik, mert ezt a rendszert a beomlása után csak ezeken az értékek alapján lehet újraépíteni. Mármint nem a rendszert, hanem a valódi. Egy másik rendszert. Egy másikat, egy valós társadalmi arra gondolt. Köszönöm szépen, hogy én is nagyon szépen köszönöm.